Köszöntöm a TV7 nézőit. Mai vendégünk egy, mondhatnám, jó barátom, és Ottónak is egy nagyon jó barátja, ugye? Ez így van, pontosan. Akivel először én a Rádió C-ben találkoztam, mégpedig úgy, hogy egy plakát formájában, mert hogy kaptunk egy lemezt a rádióba, és hát utána már máshogy találkoztunk, de majd ő ezt elmeséli. Igen, mert ő azért egy más stílus hozott be abba a zenébe, amit egyébként nagyon sokan elmuzsikáltak, de nem olyan jól, mint ahogy ő ezt megcsinálta. Így van, hát akkor köszöntjük a stúdióba Bodrics Rudit. Köszönjük szépen, Rudi. Rudi Project vezetőjét. Rudi Project Old School Band vezetőjét. Köszönöm szépen, én is köszöntelek benneteket és a kedves nézőket is. Egy nagyon pici kiegészítést hadd tegyek az elején. Hát mi nem azon az időben, amit te mondtál, akkor ismerkedtünk, hanem jóval előtte megismerkedtünk, amikor én még bárzongorista voltam. Ez tényleg igaz. Igaz? Igaz, 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 tehát, igaz, igaz, igaz. Ez 94-et tagsált. Ez 20 évvel ezelőtt volt, amikor én, hát ki lehet mondani a neveket, most már ez a rég múlt a Nagymező utcába. Én igazából, mint bárzongorista kezdtem a pályafutásomat, és én abban az időben ott találkoztam veled is, meg a testvéreddel is. Igen, igen. Akkor igen, még igen. Ti is nagyon fiatalok voltatok, én is nagyon fiatal voltam. És tehát igazából onnan van az ismeretség. A Rádió C az körülbelül 10 év. Tehát, igen, az már egy kicsit, van, igen, az már, akkor már te... Igen, akkor egy már lemezzel, nekem zenekarom volt, persze. Igen, lemezzel jöttél elő. Tehát én a bárzongorista múltamra visszatekintek, az egy olyan 10-11 évig tartott, és utána megalakítottam ezt a Rudi Projekt nevezetű zenekart, és ez most már 15 éves maga a zenekar. Jó, akkor most álljunk meg egy picit, ne szaladjunk ennyire előre. A családodról egy picit beszélgessünk, édesapádról. Győri születésű. Édesanyádról. Győri vagyok. Igen. Igen, Győri vagyok. Nem szégyellem, sőt büszke is vagyok rá, mert ahonnan én jöttem, onnan nagyon sok muzsikus jött, nagyon sok jó zenész jött, és Kossuth utca, tehát onnan jöttek a győri muzsikusok, ott születtem. Ez egy ilyen zenész utca igen, volt? Igen. De jó. Most hajszisztek, hajnám. Itt szinte csak muzsikusok laktak, illetve hát romungoló cigányok. Tehát a zenész cigányok. Így van. Tehát nem feltétlen mindegyik zenész volt, de a nagy többsége azok muzsikusok voltak. Most már, hogyha végig megyünk ezen az utcán, nem nagyon látunk muzsikust. Talán egy-kettő, aki még öregek, akik itt a pályafutásukat itt kamatoztatták Budapesten, és öregségükre visszaköltöztek Győrbe. Tehát én is onnan jöttem, tehát én igazából 10 éves korom óta lakom Budapesten, és hát azóta folytatom itt a zenei pályafutásomat. Apukád is zongorista volt, de ő több hangszeren is játszott. Nem tudom, hogy vagy ennyire jól értesült, de ez így van. Apu igazából nem zongorista volt. Ő neki ez a negyedik, ötödik hangszere, nagyon univerzális ember volt, bár én lennék olyan jó zenész, mint ő volt. Ő igazából hegedűs gitáros, és nagy bőgön játszott. És aztán a zongora az úgy jött, hogy ahogy a világ változott, tehát őnek is haladni kellett a korral. És de akkor klasszikust is művelte, persze, gondolom. Hát persze, az persze. Régebben a zenészeknek sokkal nagyobb zenei kihívások voltak a pályán. Igen, sokat. Tehát ott nekik majdnem minden héten volt egy próbájuk, tehát volt egy zenekar, ahol játszottak egy étterembe. Most édesapám lehúzott 25 évet egy helyen. Most, tehát ez egy olyan dolog, hogy fiataloknak mondod, el se hiszik. Persze. És 25 persze. évet játszottak egy helyen, és ott heti egy próba volt, még az is meg volt kötve, hogy milyen darabokat kellett játszani, mettől meddig, tehát a klasszikus is. Aztán voltak a szalonzenék,
utána tánczene, és akkor a bravúr muzsikák. Tehát egy zenésznek igazán felkészültnek kellett lenni abban az időben. Gyerekként vitt magaddal ő? Hát igazából apuval nem muzsikáltam, de viszont tanított. Tehát nem vitt magával. Sőt, csak arra kérdezem, bocsánat, hogy szabadba vágom, csak hogy egy picit beleláss ebbe a világba, és barátkozz vele, illetve... Benne nőttem, tehát reggeltől estig senki mástól nem láttam, csak apunak a barátait, zenésztársait, testvéreit, és hát reggeltől estig szólt a muzsika, tehát ebben nőttem föl. Zenében nőttél föl. Ebben nőttem föl, és tehát apám, én voltam 20 éves, tehát amikor én kezdtem elindulni úgymond a pályámon, ő elhagyott bennünket, sajnos 60 évesen meghalt. És tehát én azóta... jó lenne sokszor a segítsége, tehát én azóta egyedül próbálok szülői segítség nélkül megfelelni az elvárásoknak, de én úgy érzem, hogy azért ő még a mai napig segít engem, és mondja az instrukciókat. Hát, biztos. Biztos, mert tehát nem kényeztetett el. Nem volt szigorú ember, egyetlen egy dologban volt szigorú, semmi másban, csak a zenébe. Tehát azt próbálta, hogy minél tökéletesebb legyek. Precíz ember volt, ugye? Nagyon precíz, zeneileg borzalmas precíz volt, és soha, tehát hála, én is ennek nagyon örülök, hála jó Istennek, hogy soha nem dicsért, jaj, de jó vagy fiam, vagy bár, mert ez elvitt volna. És a mai napig így gondolkodom, tehát nem, soha nem mondom azt, hogy jaj, de jó vagyok, hát amit tudok, azt adom szívből, lélekből, aztán annyi. Tehát előrelátó voltam, bocsánat, Uzikám. Előrelátó voltam, hogy elvégezted a vendéglátóiskolát is. Igen, nem a vendéglátót végeztem, hanem van egy középfokú kereskedelmi végzettségem. Igen. Itt a Vas utcában tanultam, itt érettségiztem. Egyszerre jártam zeneiskolába, plusz ebbe a másik iskolába. Annak idején szüleim jó gondolták, hogyha esetleg nem felel meg a zene, vagy nem olyan leszek, vagy esetleg olyan idők jönnek majd, hogy nem tudok a zenéből úgy megélni, akkor legyen egy szakmám. És a kereskedelmi suliba irattak be, el is végeztem. Hát most, hogy erre még hála jó Istennek nem került sor, tehát nem kellett a kereskedelemben megélnem. Ez hála jó Istennek annak köszönhető, hogy próbáltam úgy intézni a dolgomat, hogy a zenéből tudjak élni. Ez egy nagyon fontos dolog volt, azért is mondtam azt, hogy előrelátóak voltak, mert azért mondjuk el azt, hogy a cigányoknál általában a zenész cigányoknál nem létezik más, csak mint a zene. Igen. És azért nagyon ritka hogy másfele szülők is voltak oldan, olyan emberek, hogy másfele is tudjatok akkor így menni, hogy az István is mondja. Így van. És ez egy fontos dolog volt. Talán a személyiségem változott az iskolában nagyon sokat. Tehát volt nekem egy olyan tanárom, akinek én nagyon sokat köszönhetek, tehát emberileg, sajnos ő sem él már azóta, aki az első naptól kezdve, hát nem tudom, hogy kispécizett magának vagy sem, de egy biztos, hogy én az első naptól kezdve kiválasztottja voltam, nem pozitív értelemben, hanem negatív értelemben. És igen, és nem a származásom miatt, tehát abban az időben ez nem volt. Tehát a származást, amikor én gyerekeskedtem, 14 éves voltam, talán a mai napig sem mondták rám soha, te ilyen cigány vagy, olyan cigány. Tehát abban, amiben én asszimilálódtam abban a korszakban, tehát amiben nevelkedtem, soha nem bántottak. Mai napig sem, de ma már azért érzek dolgokat. És volt ez az úriember, úgy hívták, hogy Buti Sándor, egy nagyon nagy koponya volt, ő volt az osztályfőnököm. És a szellemiségemet próbálta úgy alakítani, tehát az életre nevelt az ember, hogy precízség, megbízhatóság, szavahihetőség, ezek nagyon nagy dolgok. És az első nap őszinte vagyok, puskáztam, képzeljétek el. És azt mondja nekem az ember, azt mondja, jó, az ország legnehezebb kereskedelmi iskolájába tanulsz, de az első évet nem fogod kijárni. Egyből letegeztem a manust, abban a pillanatban, és mondtam neki, mondom, erre ne kössé fogadást. Néz rám az ember. Azt mondja, jó, azt a fogadjunk. Leérettségiztem. És abban az osztályban, amivel elkezdtem, hála jó Istennek. Tehát
őneki köszönhettem. Tehát kaptam egy olyan akaratot, hogy valaki valamit el akar, igenis dolgozni kell, és talán nekünk kétszer-háromszor annyit kell tenni, mint másoknak. És nekem akkor már idézőjelben megadatott az, hogy tényleg pozitívumokat, és ötször annyit kell tenni, mint egy magyar embernek, én ezt így érzem. De nincs is ebben semmi baj, megcsináljuk, kész. Ez a legfontosabb. Visszatérve kicsit a zenéhez, hogy a zongorát azt te választottad magadnak, vagy ilyen szülői, vagy megbeszéltétek, vagy te is a hegedűvel kezdted elsőnek, mint minden cigány gyerek egyébként a hegedűhöz nyúl elsőnek? Én nem nyúltam a hegedűhöz, sőt, eltoltam magamtól, de igazából apám még hegedűre irattak. És annyira nem ment, hogy most aki zenei pályára készül, négyessel nem lehet karriert csinálni. Tehát ez már az első pillanatokban kiderül, hogy most az a te hangszered. Vagy nem. Vagy nem. És hiába jártam én szorgalmasan hegedű órákra, nem igazából éreztem magát a hegedűt. És amikor mentem a hegedű órára, volt egy zongora, mindig zongoráztam a hegedű tanárnő, meg hegedült, képzeld el. És ő mondta apámnak, hogy Bodrics úr, ne haragudjon, de a fia az nem igazából hegedűs, azt mondja, a zongorára próbálja meg. És én két év késéssel, tehát 8 évesen kezdtem a hegedűt, és 2 évet elpucsékoltam, mint hegedű tanonc, és utána zongoristaként próbáltam az utamat elindítani, és ott viszont két-három év alatt, azt hiszem 3 év alatt leraktam 4 vagy 5 osztályt. Tehát ott már az első évben kiderült, hogy igazából az lesz az én hangszerem. Nézzük meg most egy videóklippet, a Duke Elok című videóklippet, és aztán visszajövünk és beszélgetünk tovább, innen folytatjuk. Sugar, talk, a juke, a lot.
Hát azt ígértem, hogy onnan folytatjuk a zongorista Modrics Rudiról, aki akkor elkezdte igen. a zongorázást és öt osztályt, vagy öt. Igen, igen, igen. Tehát három-négy év alatt leraktam az első hat osztályt, mert a klasszikusban az az alap. De viszont a hatodik osztály után én nem mentem tovább, mint klasszikus zongorista, hanem elkezdtem... muzsikálni. Még nem. Akkor még én elkezdtem jazzt tanulni, és beirattak apámék a Garai Attilához, dr. Garai Attila zongoraművészhez, ő volt a tanárom. És abban az időben volt egy OSK nevezetű intézmény. Ami akkor kellett minden zenésznek. Húha, hajaj. Tehát volt egy iskolája is, tehát oda a fiatal gyerekeket beiratták, és ott készítették föl úgymond a tánczenei, vagy a jazz vonal, így van. Így van. Igen, fölkészítették, és volt két iskola, a Szofia utca és a Rózsa Ferenc utca. Uh-huh. Mind a kettőben jártam az öreghez. Sajnos már nincs köztünk, tavaly meghalt szegény, akit hát a 70-es évek legjobb jazz zongoristájának választották Európába. Uh-huh. Ezt kevesen tudják, perfekt volt. Nagyon sok zongorista, akik most jeles muzsikusok tőle tanultak. Nagyon komoly muzsikusok. Sorolhatnék nagyon nagy neveket. És tehát ő készített föl először a vizsgára, aztán utána meg hát ugye amit kaptam az élettől, meg tőle, akkor bekerültem egy olyan mély vízbe, hogy ugye el kellett mennem, amit te mondtál, kellett mennem muzsikán, és én elég hamar elmentem, 17 és fél éves koromban. Rudi, nehéz dolog volt? Nagyon nagy követelmény volt, hogy valakit tegye le a szakvizsgát? Nehéz, igen. A regiszterről van szó. Igen, igen. Hát most a regiszter az az alap volt. Igen. Tehát úgy volt, és akkor volt a kategória. Igen. Tehát a regiszter az egy úgynevezett ideiglenes működési engedély volt. Tehát avval lehetett dolgozni csak tulajdonképpen. Avval már lehetett. Aztán voltak ugye a kategóriák, a C, B, A kategória. Te A kategória. Én A kategóriát kaptam, igen. Igen. Igazából fiatal zenészként hát nem volt sem előnyöm, se hátrányom, talán inkább hátrányom volt belőle, mert ugye az idősebb zenészek azok. Tehát A kategóriával csak a legnívosabb helyeken lehetett játszani. Uh-huh. B-vel már itt is, ott is, C-vel meg ahova éppen kihelyeztek. Regiszter meg az egy olyan működési engedély volt, hogy mit tudom én, valaki tanult. Beugrani vagy. Így van, így van, helyettesítő. Portlás helyettesítés. Tehát ezeket ti is tudjátok. És tehát abban az időben nagyon-nagyon nehéz volt egy A kategóriát megszerezni. Tehát ott olyan kőkemény gyakorlásokra volt szüksége egy fiatal embernek, vagy egy idősebbnek is, hogy azt a szintet megüsse, hogy tehát a mai világhoz nem lehet összehasonlítani. Most én legszívesebben ugyanezt tenném kötelezővé. Valamilyen más formába, de ahhoz, hogy a szakmában zenészek tudjanak működni, ahhoz kellene egy úgymond vizsga és egy besorolás. Mert ez kell. De ennek van egy olyan része is, hogy nem feltétlenül... Tehát az előadói művész az nem feltétlenül az azt akarja, hogy te olyan jó zenész vagy. A szórakoztatás is más, meg az előadó művész státusz is. Mi a különbség a kettő között? Nagyon nagy különbség van. Van egy olyan előadó művész, aki úgymond nem egy tűzről pattant. Tehát tömegeket szórakoztatni is más dolog. Tehát úgy, hogy te elbűvöljél embereket, olyan pariba tudjál lenni vele egy egész estén keresztül, hogy olyan jól érzi magát, hogy holnap is vagy egy hét múlva is lemenjen hozzád. Meg az előadó művész az, hogy kimegy a színpadra, előadja azt a darabot úgy, hogy tényleg precízen, és amellett nincs meg az a vénája, ami szórakoztat. Tehát, a vendéglátós véna nincs meg, így van, így van, így van. És tehát a kettő nagyon ritkán passzol, nagyon ritkán, nagyon kevés olyan szakmabeli kollégám van, akiben mind a kettő megtalálható. Vagy ebbe jó, vagy abba. Hogy szűnéd meg egyébként ezt, amit mondtál, hogy visszahoznád ezt a vizsgát? Nehezet kérdezel.
azért nehéz megszűrni. Mert nagyon sok zenész lett, azért gondolom, bár ezt idézőjelben mondom a zenészt. Igen. De na, rengeteg lett. Meg, hát bocsánat, könnyebb lett a lehetőség is, mert most már ugye olyan csoda hangszerek vannak. Mint a számítógép. Igen, és sem kell tudni ahhoz zongorázni. Most beszélünk a zongoristákról, hogy zongoristákról. Nem feltétlenül kell tudni zongorázni, csak be kell tudni kapcsolni. Igen, 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 és jó, meg kell tudni, ami a play gombot. A play gombot, vannak szemplerek, vannak hangok, van akár egy zenekari mű felcsendőlet. De őket én nem nevezném zenésznek. Hát nem, gépkezelők egyébként. Géptulajdonosok, gépkezelők, így van. Azért is nehéz ez a dolog. Tehát úgymond a kávéházi muzsikusokat ismételten besoroltatni, mert a kávéházi tulajdonosok, azok majdnem 90%-ba eltűntek. Tehát ahhoz, hogy te tudjál játszani valahol és stabilba, ahhoz kellene egy olyan partner, akit úgy hívnak, hogy főnök, tulajdonos, aki azt mondja, hogy igen, nekem hozzátartozott világ életembe az éttermemhez a törkölt, a gulyásleves és a zene, és a zene, és a cigányzene, vagy a ilyen zene, vagy az olyan zene, ezek úgymond kihaló félbe vannak. Igen, és azt gondolom, hogy egy picit meg is könnyítették azzal a dolgukat, hogy zenegépet raktak be az üzletbe, ami által bármi szólhat, fizetnek az Artijusnak, és gyakorlatilag 24 órában mehet bármilyen zene, ami nem feltétlen, gondolom az, hogy az, mit tudom én, ha a fél hangon is szól, az szeretik az emberek. Így van, így igaz. Mert egy élő zenéhez nem lehet hasonlítani azt a húbi zenét. Tehát a élő zenének akkora varázsa van, hogy azt nem lehet egyszerűen überelni. Lenne erre igény? Sőt, most már van is egy pár hely, ahol lenne, van egy-kettő. Most visszajött ezeknek a pianóbároknak a régi varázsa, az imázsa visszajött egy kicsit. Aztán ugye most, amit látok, a világválság, mert sajnos ez Magyarországra a mai napig kihat, tehát az embereknek nincs úgy pénzük. Nem tud, elmennének nagyon szívesen, meg hallgatnának zenét. Sajnos az anyagi lehetőségük nem engedi meg. Korlátozó vannak, igen. Nem mindenkinek engedi meg, de viszont a zenei ízlésük az biztos, hogy kívánja, nagyon kívánja. Tehát amikor bemegy egy pár, egy fiatalabb lány, vagy egy fiú, vagy esetleg egy középkorú, és eljátsza a zongorista a nótáját a hölgynek, hát szerintem attól szebb nincsen, egymáshoz bújnak. Tehát én ebben nőttem föl, ez volt évtizedekig a szórakoztatás. Ma már ez nincsen. Amit én látok... Hát eleve bocsánat, hogy az alapbárok, a fiataloknak nincs is nótájuk. Maximum külföldi előadóktól. Igen. Tuci vagy. Igen, ezek az amerikanizálódott felfogások sajnos begyűrűztek Magyarországra. Pedig egy stílusos mulatás, a kávéházi mulatás, és az is egy stílus. Igen, azt gondolom, hogy ne. Maga az, hogy bemész, elviszed a kedvesedet, virág, gyertyafény, zongorista. Ez romantika. Egy teljesen van. Abszolút, egy 100%. Ludikám, a Blahától a Nyugatig mennyi szórakozó hely volt akkor, amikor még ennek a... A Blahától a Nyugatig? Igen. Hát körülbelül én egy olyan 20-at tudnék mondani. Ahol mindenhol muzsikáltal, vagy egy zene, duó, vagy egy trió, vagy zenekar, tehát bárok voltak, cigányzenés helyek, volt dobzongora, tehát egy 20-at csak a nyugatitól az oktogonig. Hát én a Köművesben dolgoztam, mint főszakács, és ott is volt. Cigányzenekar volt. Na most mondom még egyszer, tehát egyetlen egy olyan problémát érzek, tehát itt a szomszédos országokat, ha körbenézed, Magyarország az egyetlen kivétel. Akárhova mész, elmész Szlovákiába, Romániába. Szlovákia, hát az... Vagy lemész Jugoszláviába. A saját zenéjükért megőrülnek. Így van. Megőrülnek. Most megy, mit tudom én, egy amerikai sztár, tehát most van egy helység. Megy a szünetbe, ahogy hívják, mit tudom én, a Justin Timberlake. Lekeverik, talán föláll az a zongorista a primással, és elkezdenek, én láttam saját szemmel. Megőrülnek a fiatalok. Ez Románia, Szlovákia, Jugoszlávia, illetve bocsánat, igen, Szerbia. Igen. Itt Magyarországon nem. Szeretik, de
talán azt mondom, hogy egy kicsit cikisnek tartják azt, hogy jaj, de két szép szeme van magának. Hibások vagytok ti ebből a dolog, így zenészek, gondolva. Valahol igen. Tudnátok tenni ezért a dologért valamit? Én szerintem tudnénk, igen, de ahhoz nagyon komoly összefogásra lenne szükség. És határozottan ki kellene állni az elveink mellett, mint zenészeknek. Sajnos széthúzó erőhez mindig van, de én bízom abba, hogy talán egyszer ez jobb lesz. De ahhoz a gazdaságnak egy kicsit meg kell erősödnie. Igen, csak hogy jobb legyen, ahhoz zenni is kell akkor valamit tenni érdekében. Jöjjön egy nóta, egy videóklip, az Egyedül bolyongok című dal, aztán utána visszajönk és folytatjuk innen. A rendőrcsek. Álmodozva járom en nagy világot. Sokszor visszasírok egy régi álmot. Boldog voltam én, mint oly sok kisdiák. Esztelenül futottam egy déli báb után. Egyedül bolygok, és sírok utánat, álmatlan éjszakán gyötör a bánat, ó, a hideg szél az arcomba vág, és az a tudat, hogy nem szeretsz már. Úgy érzem, megdermed szívem, és az egész világ. Könnyezve felnézek a sápat holdra, ő a súgja, ne gondolj vissza a múltra. Ó, hisz hiába kerget a veled, tőlem, és másukra vár. Felejts el mindent, hisz rád is vár még boldogság. Vigasztalom már az életem, boldog tudom soha többé én már nem leszek. Elfeledni téged sosem tudlak én, de él bennem egy halvány kicsi, halvány kis remény. Egyedül bolyongok és sírok utánad, álmatlan éjszakán gyötör a bánat. A hideg szél az arcomba vág, és az a tudat, hogy nem szeretsz már. Úgy érzem, megdermed szívem, és az egész világ. Is tudnánk tenni, akkor ez ellen ott tartottunk. Nehéz dolog ez azért. Van még a szakszervezet, Rudi? Létezik úgy még? Tudom, hogy van még, de
már komoly státusza nincsen. De már szerepe nincs. Nincsen, mert igazából nincsenek úgymond olyan helyek. Csak van, hogy legyen? Hát állítólag van még. Tehát mit tudom én, van az országban 5 vagy 10 darab hely, ahova ők közvetítenek, de hát az annyira elenyésző, hogy két ember megoldja az egészet. Hm. Tehát elméletben nincs. Szerintem gyakorlatban se, de nincs. Jó, akkor most egy picit térjünk rá arra az időszakra, amikor is te a zongorista mi volt abból kicsit kiléptél, és összeállítottál egy zenekart, ami még Cigány Báró néven, ugye? Az volt az első lemez. Amit Cigány Báró, maga a címe a lemeznek. A Cigány Báró volt a címe a lemeznek, amivel én még akkor a 10 éve a rádió címen találkoztam. Ez a Szúnyogszigeti időszak volt? Igen. Ez az volt? Igen. Kit akart akkor a csapat? Ki volt a nem a mostani felállás volt, ami az old school bandben is? Az a régi. Na, Giovanni ott volt már. Nem. Ő az old school-ba lépett be. Az old school-ba? De mert hogy a Nagymező utcai történetben akkor ti még akkor nem is volt. Persze, hát öcsém, is. Persze. De a Nagymező utcában, amikor a bárba muzsikáltam, a Cleo bárba, akkor ez még nem volt. Ez 94-ben volt. Na most a Rudi projekt az 98-ban kezdődött el. És én onnan a bárból kikerültem egy olyan közegbe, ami még nekem nem volt az életben. Tehát kikerültem, tehát 30 évet visszamentem az időbe, amit én, hála jó Istennek, tényleg nagyon megköszönök az életnek, mert teljesen más stílus kellett magamévá, hogy tegyek. És tehát úgymond mulatos zenét kellett muzsikálnom a gyönyörű tánczene, bárzene után. Tehát olyan közegbe kerültem, és ott kellett, hogy megfeleljek. És akkor magam mellé vettem egy gitárost, és ez működött 2 évig, hogy duóként üzemeltünk, zongora, gitár, és utána az igény nagy lett erre a stílusra, és akkor kiegészültünk még 2 fővel. Lett egy szájbőgősöm is, plusz még egy gitárosom, és akkor én már nem zongoráztam, akkor én mint énekes. Énekesként, igen. Énekesként, és akkor 2004-ben, úgy ahogy mondod, ezt mondjuk kevesen is tudják, te tudod, mert te többször is játszottad a számaimat. Akkor sőt ez már az old school-ben volt, az első az, videóklipet, azt még nyersanyagból, hoztatok egy nyersanyagot, és én próbáltam, az volt az első, a vágás az életemben. De komolyan, akkor mondtam azt, hogy na jó, kipróbálom ezt a dolgot, mert éreztem rá affinitást, aztán nem tudom, hogy... De az megvan volt a mai napig. Sajnálom, hogy nem hoztam el, igen, megvan, most találtam meg. Hát a Ne hagyd abba című számot csinál. Ne hagyd abba, az egy Stefan Rapp szám az, az, volt. Az, arra írtunk egy szöveget. És amire egy nagyon-nagyon jól sikerült a nótanát. Jó, nagyon jól sikerült, hála jó Istennek. Én a mai napig nagyon szeretem a dalt. De az tényleg zenekari felállású akármi, tehát azt úgy nem lehet eljátszani. Persze. Meg az egy nagy színpadra való persze akármi. És mi egy ilyen poénos 70-es, 80-as évek diszkó feelingjével csináltuk meg. Hát ez Elvis Presley jött az öcsém. Igen, hát ez kegyetlenség. Ezt majd fogod látni, az tényleg ott van a szeren. És tehát 2004-ben Cigánybáró lett, és ezt nem tudják, mert igazából nem kaptam publicitást. Szerettek azért ott téged egyébként nagyon a rádiócében, nagyon sokan kérték a Kívánság műsorban is, a hétköznapokban hát is. Azért egy jó stílusozott be akkor. Ja, erről beszélek. Rudén, azt mondom neked, hogyha most már mulatos zenéről beszélgetünk, ami nekünk régen vendéglátó sztánzene volt, igaz? Most ennek adtak egy nevet, hogy mulatos zene, akkor én azt mondom, hogy ezt te hoztad be. Köszönöm szépen. A következőt akartam ezügybe kihozni. Elindult a mulatos zene, emlékezzetek vissza az Aranyeső című dallal. Igen. Nem szeretnék belemenni azt, hogy ki írta. Nem én írtam. Ez biztos. Ebből voltak viták, hogy ki írta. Én tudom, hogy ki írta. És megmutatta nekem ezt a számot. És én akkor már ugye egy ismertebb emberke voltam. És én voltam az első, aki ezt tévébe beénekelte. Másnap a piacokon ugye árulták a kazettákat. Igen. Megrohanták az összeset, hogy hol van ez a dal, ki ez az ember, stb. És nem találták, mert én csak a tévébe énekeltem. Most beénekeltem, utána 42 darab előadó művész megcsinálta ezt a dalt,
komoly karriert csinált belőle, pénzt csinált belőle rajtam kívül. Na most tényleg mit akarok ebből kihozni? Tehát ahhoz, hogy valaki úgymond így is, úgy is, tehát anyagilag is, egzisztenciálisan is, ott tudjon lenni a szerem, hiába vagy te a tévébe, ha nincs mögötted egy olyan menedzsment, aki téged úgymond napi szinten nyom itt, ott, amott, tehát hogy elad. Meg is intézi a dolgokat. Így van. Én zenész ember vagyok. Én, nem ez a dolgod neked, az, nem hogy az a, így van. Nem, az a, nem a dolgom, hogy én magamat menedzseljem, erre más ember. Na most, ha ez nincsen, akkor valahol meg tud rekedni ez az egész. Nekem nem rekedt meg, én nekem ez a cigánybáró lemez, aranylemez lett, ezt nem tudom, tudjátok-e. Nem kaptam, azért mondom, nem kaptam olyan publicitást, mert nem kaphattam abba az időbe. És mégis aranylemez. És mégis aranylemez lett. Elmondom neked, hogy körülbelül 3 hét alatt volt egy műsor, amiben nagyon nehéz volt bekerülni. Ki lehet mondani, azt hiszem, a nevét. Abba az időben úgy hívták, hogy Dáridó, illetve Szuperbuli. Elmentem a cigánybáróval, beénekeltem. 3 hét alatt bearanyozódott a lemez. Tehát abban az időben még azért volt piac, meg azért, ha tényleg ott voltál valamilyen szinten, akkor volt sikered, így is, úgy is, amúgy is. Sajnos ma már ez annyira felhígult, olyan... Annyira sok lett. De most már nagyon sok a mulatos zenének, most már nagyon nagy világát élünk egyébként a mulatos zenének. Mert mindenki, aki, nem akarok senkit megbántani, de tényleg, de hogyha valamit nem tud valaki elérni a zenei pályafutásán, és úgy gondolja, hogy kicsikét tud énekelni, az az ember rögtön mulatos zenével fog foglalkozni. És el fogja énekelni, jaj, bármi. Jaj, de szép kékszer van magának. Igen, igen. Diszkó ritmusban. Így van. És akkor onnantól kezdve van mulatos zene. Igen. Miért lett ez, Udi, hogy ennyi mulatos zene lett egyébként? Tényleg ilyen nagy kereslete van? Szerintem mindig arra van kereslet, amit súlykolnak az emberekbe. Tehát a média, most én úgy vettem észre az utóbbi időbe, hogy ezt súlykolja. Hogyha klasszikus zenét súlykolnák, akkor az emberek lehet, hogy arra is vevők lennének. Vagy az igényesebb zenékre. De most jelen pillanatban a mulatos zene, a könnyen emészthető, tehát kenyeret meg cirkuszt a népnek, és sajnos a mulatos zenébe ott van a cirkusz. De nagyon nagy. Nagyon nagy cirkusz van. Nem azt mondom, hogy egy Premier League, de egy C-klassz. Sajnos. Tényleg nem akarok bántani senki. Soha nem tettem. Én sem. Nem. Mindenki úgy él, ahogy tud. De van egy-két, főleg itt Magyarországon, Budapesten, egy-két olyan barátom, hogy zeneileg világszínvonalon működnek. És azt se tudják, hogy kik azok. Nem tudják, de viszont azokat a neveket, akiket nap mint nap hallok, meg látok a tévébe, rádióba hallom, azokról az egész ország tud. És a világsztárokról, akik itt Magyarországon, az én barátaim, kollégáim, azokról meg nem. Talán egyszer ez is megváltozik. Hát bízom benne. Én bízom nagyon benne. Kitaláltál egy nagyon szuper dolgot évekkel ezelőtt. Igen. Ez a szerelem és szerenád és... Működik ez, Rudikám? Igen, ez működik. Ez hogy is volt? Mesélj már erről, mert egyébként ezt a tévében is mutatta annak idején egy kereskedelmi Mondhatjuk, hogy kivel volt akkor. Zambó Árpival voltál, igaz? Igen. Ha jól emlékszem vissza. Az ő feleségének adtam egy szerenádot. Igen, és az tényleg rendes szerenád volt. Tehát nem egy megrendezett szerenád. Amikor én ezt kitalált, ez úgy alakult ki, hogy a feleségemnek volt, nem tudom, hanyadik születésnapja. Most mit vegyél ennyi idő után a feleségednek? Már nagyon nehéz. És pont muzsikálás után jöttünk a barátaimmal, a csapattal. Az már kimaradás volt? Igen. És mondom, adjunk egy szerenádot a feleségemnek. És bementünk a kis fodrászüzlet, ahol dolgozik. Elkezdtem muzsikálni, elkezdtünk énekelni. A vendégek az egyik a búra alatt elkezdett sírni. Tehát ez egy olyan megható dolog volt, de nem csak nekik, nem a feleségemnek, meg a vendégeknek, akik pont bennük, hanem nekünk is. Úristen, ez milyen szép dolog. Tehát a szerenád valamikor egy nagyon-nagyon-nagyon divatos dolog volt. Igen. Tehát a békebeli időkben ezt, ha egy nő kapott egy ilyet, az már elkönyvelte magának, hogy meg... volt. Persze, akkor már meggyűrűzik, akkor már tuti, hogy el is veszik. És vagy pedig hibékülés gyanánt
tehát mindig volt rá valami adandó alkalom, vagy ok, hogy adjak egy szerenádot ennek a nőnek, vagy annak a nőnek. És ez az utóbbi 20-30 évben ez tényleg megszűnt. És én csináltam egy ilyen szerenádfutár nevezetű akármit, hogy én előre egyeztetett kívánságokkal helyszínre el tudok menni bárhova. Tehát olyan mobillá tettem a muzsikát, hogy kiszállok az autóból. És gyakorlatilag feláll a zenekar. Igen. Tehát nem kell nekem se áram, semmi. És élő zenét biztosítok, ahogy kiszálltam, körülbelül egy olyan 10 másodpercen belül. És bárhol. Tehát legyen az préri, legyen teljesen mindegy. És élő zene minden. Tehát a gitár, a zongora és az ének úgy szól, hogy nem kell áram, és bárhol a 7. föl tudok muzsikálni, vagy a kinna a sztyeppén, a sehonnai, sehol, bárhova tudok játszani. És hova hívtak egyébként? Kik, mindenféle embertípus hívott egyébként? Mindenféle. Az orvossal, gondolom. Sőt, nők is. Nők is hívtak, akik a férjüknek adtak szerenádot. Vagy csak téged akartak látni. Az is lehet, de én azt mondom, hogy mai napig működik ez. Igazából kevesebbet foglalkozom vele, de azt mondom, hogy egy hónapban 1-2 még a mai napig van, amikor beindult, heti 4-5 volt. Volt olyan nap, amikor 4-et kellett képzelni, még vidékre is hívtak, és utána ez is például nagyon érdekes dolog, nem tudom, hogy tudtok-e róla, ez is felhigult, 1-2 emberke megcsinálta más névvel, de hála jó Istennek nem olyan technikával és zeneileg felkészítés tudásra, mint mi. Mert mi azért, hogyha fölállunk, akkor az tényleg ott néznek az emberek. Biztos, hogy így van. Tehát én úgy megyek egy szerenádra, hogyha lehet egy pici reklámot magamnak. Nyugodtan. Tehát úgy megyek a szerenádra, hogy kiszállok, és az ember, mit tudom, egy cigányzenekart szeretne, akkor cigányzenekart, hogyha egy mexikói zenekar, akkor mexikói zenekart. És te be is öltözöl. És be is öltözök, így van. Így van. Volt egy olyan extrém kérés, meg lehet mindent oldani, barokk ruhába akarták. Elmentünk a kölcsönzőbe, és beöltöztünk, és ilyen lanzenét kellett játszani, meg mit tudom én, valamit énekeltem. Tehát az igényeknek megfelelő. És szerintem ez egy nagyon-nagyon szép dolog. Volt olyan kérdés, amit nem tudtatok esetleg, vagy lehezen? De... Hát igen, egyszer volt egy tankcsapdás kérés, abban nem voltam fölkészülve. Ezt az erre gondolok. Igazából nem. Igazából nem. Többnyire az embereknek van zenei stílus, illetve dal választás. Hát meg a szerenád, maga a szerenádban benne van az, hogy az a zenei stílus, ami kellemes, könnyen fogyasztható, könnyen emészhető, vagy inkább szerelmes, vagy érzelmes. Bocsánat kérői dolog. Igen. És akkor ugye jött egy dal, aminek az a címe, hogy szerenád. Ebbe én beleírtam azt, hogy végülis miről szól egy szerenád. Tehát az egy szép dolog, hogyha egy férfi azt tudja mondani magáról, hogy hibáztam, és ne haragudj, és bocsáss meg. Azt egy nő általában el szokta fogadni, azt a bocsánatkérést. Volt már olyan, őszinte vagyok, hogy nem fogadt el. Az nekem borzalmasan fájt. Pedig nem tudtam, hogy nem mi a az oka. Volt. Nem az én hibám. Így van. Csak de én azt mondom, hogy 100-ból 100 szerenádot minimum adtam, vagy többet. 100-ból egyetlen egy volt olyan, amit azt mondtam. Az nem olyan rossz arány. Nem rossz, igen. Akkor nagyon fájt a szívem azért a férfiért, aki megtett mindent, hogy a nőt visszakapja. Nem tudjuk, hogy előtte mit tett? Hát igen. Amit nem lehet megbocsátani. Igen. De akkor is megtette a bocsánatkérést. És nem fogott. Tehát legalább annyi lett volna abban a nőbe, hogy azt mondja, hogy jó, oké, gyertek be egy kávéra, vagy valami. Még ki se nyitotta az ablakot, érted? Tehát az fájt nekem is. De lehet, hogy már azóta, már régeség együtt vannak, és boldogan élnek. Lehet, hogy be volt dugva a füle éppen, mert este volt, és alláshoz készült, és bedugta a füle. Nézzük meg ezt a videót, a szerenát című dalt, és akkor utána visszajövünk, és a Rudy Project Old School Bandről fogunk már végre beszélni. Rendben. Csillagfényes éve jártunk
kéz a kézbe, és azt hittük, ez majd örökké tart. De rájöttem, tévedtem, hisz nem vagy már mellette, szóljon hát erről e dal. Én rossz voltam, már érzem, hisz bántottalak téged, az érzés a szívembe mar. Csak még egyszer is mindörökre légy elén, az élettől csak ennyit más nem kéne én. Ha foghatnám a drága kis kezem, és csodálnám a fényőkét szemem, ha elfogadnád újra hűtlen szívemet. Ígérem, szerelmed ért mindent megteszem, hogy még egyszer veled boldog lesz. Isten kérem arra, hogy ez így legyen. Hol csugár az ében, egy vén gitár kezemben, ablakod felé egy dallam száll. Bocsánatot kértem, elfogadta tőlem, erről szólt e könnyes szerenát. Megnyugszik a lelkem, mert megbocsátást nyertem, lábam elé piros rózsaszám. Csak még egyszer és mond örökre légyen én, az élettől csak ennyit más nem kéne én. Ha foghatnám a drága kis kezem, és csodálnám a fénylő két szemem, ha elfogadnád újra hűtlen szívemet. Ígérem, szerelmedért mindent megteszek, hogy még egyszer vele boldog lesz. Az Isten kérem arra, hogy ez így legyen. Rudi Project Old School Band, ez az a csapat, ami már azóta is, miről beszélünk. 15 évesek vagytok? 15 éves maga a zenekar, így van. Én most voltam egy koncerten. Na mesélj el a koncerten, most te egy picit, mert hogy te egy nézőként. Olyan élmény volt, én mindig nagyon szerettem Rudit. Annyit azért hagyd mondjak el a kedves nézőknek, hogy drága Rudi barátom muzsikálta az öcsémnek a Lagziát is. És mi az egész család szeretjük Rudit, imádjuk. És olyan élményt adtak nekünk, nem csak nekem, a ott lévő közönségnek, hogy az valami embertelen volt. És hogy minden úgy smakkolta, hogy annak kellett lennie. Egyébként ebben precíz vagy. És ott egy élő zenekar volt, azért azt ne felejtjük el. Hat tagú zenekarom volt akkor nálatok. Az egy nagyon komoly zenekar volt. Igen. És az úgy volt megszólalva, hogy kellett. Igen. Hát, igen. Kikkel dolgoztál ott, Rudi? Ott már a fiam is velem volt, aztán az öcsém. Lejöttél annak idején, amikor megfogadtál a Living Bridge teraszra. Így van, pontosan. Így van, Józsikával. Így van. Az öcséddel, és ott egy négy tagú zenekar, és kiegészítünk a ti esküvőtötökre még két fővel. Azért nem mindegy, hogy hol muzsikál az ember. Tehát amikor zeneileg igényes füleknek muzsikál, akkor még jobban megpróbálunk ott lenni. És ti azért, hát ti is muzsikus család vagytok,
muszáj volt, és tehát ez nem munka volt, elmentünk, lemuzsikáltunk. Mindenki jól érezte magát, és... Nagyon komoly esküvő volt hozzá, kérdelem, pazar. Evésbe, ibásba, meg mindenbe. A hangulat, amiről ti gondoskodtatok, igen. Az a legfontosabb. Valamit kérdeztem. Igen, a zenekarról, illetve erről a 15 évről. Hogy telt ez a 15 év? Kivel kezdted el, kivel igen. bővült, mert hogy elmondtad, hogy a fiad is belekerült ebbe igen. történetbe, mert hogy dolgoztatok funky nótákat, amiben vannak igen. rebbetétek, igen. és ebben nagyon-nagyon igen, jó. Igen, ő reppes, így van. Az egyik oldala. De ez abszolút egyébként egy nagyszerű dolog, hogy te is meg tudsz olyan szinten újulni, hogy képes vagy elfogadni, és belerakni ezeket a dolgokat annak érdekében, hogy ez akár még sikeresebbé is válhasson. Muszáj valahol a trendekkel az embernek foglalkozni, mert hogyha nem tudsz megújulni, bármilyen stílust képviselsz, előbb-utóbb lemaradsz. Igen. És tehát én elkezdtem úgymond a mulató zenével, aztán... A klasszikussal kezdtél. Igen. Tehát most a maga a zenekarról beszélek, ugye kicsit a mulatós zene felé hajlottam, arra volt igény. Aztán utána jött egy kicsit funkisabb, R&B-sebb, tánzenésebb, azt mondta, hogy egy kicsit rappes. És most lett 15 éves tavaly a zenekar, ahol az Otto is, nem tudom, te is voltál, vagy... Én nem tudtam menni, mert beteg voltam. Igen. És egy elég nagy szabású koncertet adtunk, amire jó másfél hónapot készültünk, és fölvette tévé, és majd le fogják adni, hogyha a zenét a képpel össze tudjuk tényleg precízen hozni, addig nem engedem. Persze. Egy nagyon komoly volumenű koncertet adtunk. Erre büszke vagyok. Megmutatod a zenekart egyébként? Magát a zenekaromat? Igen. Itt ezen a zenekarral, amin a koncerten voltam, öt tagú volt. Volt egy dobosom, egy Feke Csákosnak hívják, nagyon komoly popdobos. Pocsony Lóránd gitározott. Radics Józsika bőgözött, aztán Csiklacika zongorázott, Dani Janu gitározott, jó magam énekeltem, hat tagú volt, bocsánat. Igen. De amire büszke vagyok, hogy több zenekarral léptem föl. Tehát volt az Alap Rudi projekt, az leadta a kis műsorát, és akkor... Vendégművészek. Így van. Pati Öcsi volt. Cigány zenekar, így van, Pati Öcsének a zenekara. Ővelük is fölléptem. Aztán egy világhírű dobos barátom, Balázs Elemérnek hívják, az ő zenekara is fellépett egy dallal, és utána pedig én is fölléptem velük két dallal. Feledkezzünk egy Kóro Díváról is azért. Bocsánat, így van, a legelső számú Magyarország jelen pillanattal, a legelső számú bárzongorista unikumja, tehát lehet így mondani, hogy hungarikum az öreg, ő a magyarok között, tehát a magyar muzsikus bárzenészek között a legöregebb, és talán azt is kell mondjam, hogy a legjobb. Mindenki tőle tanult, csipegetett, és még hála jó Istennek a mai napig aktív. Aktív muzsikál, és meghívtam erre a koncertre, amit azt mondja nekem, Rudikám, azt mondja, mit keresek én ott? Hát mondom, Iván bácsi, maga nélkül meg se lehet tartani ezt a koncertet. És amikor meghívtam, 70-78 éves azt hiszem az öreg, 77, 10 évet fiatalodott. Abban a pillanatban, jó, akkor figyelj ezt, és ezt kellene csinálni. Tehát a zenésznek ez nagyon nagy dolog. Mi a következő 50 évre a terve Rudi Projectnek, illetve Bodrich Rudinak? Hát igazából a következő 50 évben csak muzsikálni szeretnék, ha tehetem, akkor csak igényes zenét szeretnék csinálni. Most őszinte vagyok, készülök egy-két olyan dallal, amit... Tehát nem azt mondom, hogy bankot fogok robbantani, tehát akkora stílusváltás lesz, hogy ihaj, de viszont olyan stíl, ami hosszú távon az emberek szívébe tud markolni. Tehát zene lesz, és szöveg lesz.
És tartalom. Tartalom, remélem, hogy egy 3-4 hónapon belül elkészül a lemez. Nem nagyon látom a lemezek csinálásának az értelmét, mert csak munka van vele, eladni ugye nem nagyon tudod, de viszont ahhoz, hogy tudjál érvényesülni, így akkor van. Meg... Ahhoz kell, szükség. Jelent kell lenni. Kell, és fogok csinálni most egy lemezt, ígérem mindenkinek, hogy beleadok apait, anyait. Na akkor ez akkor a szabadon foglak, és visszavárunk téged a lemez megjelenésével kapcsolatban. Jó. És akkor válasz egy nótát, ami az utolsó nóta lesz. A tranzisztor, vagy a mi lesz velem? Én szeretném inkább a tranzisztort. Igen. A mi lesz velemet majd az eredeti előadóval szeretném egyszer elénekelni. Hát össze tudjátok hozni. A Szulák Andreával nagyon szívesen eléneklem a dalt. Megpróbáljuk. Legyen úgy. Életem egyik legnagyobb vágya, mert a mi lesz velem a... Úgy nyerte meg az Egri Táncdal Fesztivált 200 ponttal, hogy se előtte, se utána nem volt dal. Tehát ez egy olyan szép szám. De most ne ezt, mert ezt már hallottátok. Egy rokit szeretnék énekelni. Azt szeretném, hogyha lejátszanátok a tranzisztorkor, ahogy én érzem. Rendben. Oké, köszönjük szépen. Megkívánat. Nagyon szívesen.
cela, tuba mara sosia cela, vela vela la charle, tuba mara koha počine.